Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsöi Televízió közeleti műsora december 18-án hétfőn. Csodálatosan megújult a Káló és a Nagy Görögkatolikus Templom. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk! Energiaitalok csak 18 éven felüliek vásárolhatnák. Korszerűsítés megújult a református templom Nyírbátorban. Régi fényében felújították a nagykálói és a kálló görög görögkatolikus templomot. Az energiaitalok egészségkárosító hatásairól azt hiszem senkit sem kell komolyan meggyőzni, talán arról sem, hogy ennek ellenére nagyon sok fiatal fogyasztja. Most megszületett egy javaslat arról, hogy az alkohol és a dohánytermékekhez hasonlóan az energiaitalokat is csak 18 év felüliek vásárolhassák. Vendégem a javaslat egyik kidolgozója, dr. Újhelyi Járos gyermekorvos. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy, nagy, örömmel jöttem ebbe a témában, és nagyon fontos, hogy ezt a kérdést fölvetette az állam is, és hát most már a szakemberek is nagyon erősen propagálják. Mi az, ami az energiátalban van, és ami esetleg káros vagy káros lehet az egészségre. Minden esetre azt mondanám, hogy az energiaital és a Sportoláshoz használt teljesítményfokozó, itt nem is teljesítményfokozó, de folyadékpótlás vagy sportitalok között különbséget kell tennünk. Sokszor összemossák ezt a két dolgot. Én most az energiaitalokról beszélek, aminek a fő összetevője az a szénhidrátok mellett a koffein maga. A koffein ugye mindenki számára ismert, ugye tejába, kávéba, de bizonyos más üdítő italokban is létező anyag, ami alapjába véve egy nem kártékony anyag. Igen ám, csak ezeknek a mértéke és a bizonyos kor alatti fogyasztása komoly veszélyeket rejt magába. És ezért az ember, én gyermekorvos is, meg sportorvos is vagyok, tehát mind a két részről látom ezeknek a hátrányát, és már nagyon régóta vártuk, hogy ebben valami, valami lépés történjen, mert az, hogy uton-utfélen látja az ember a kicsiket, tehát a 7-8 év feletti gyerekeket már, vagy Isten őriz még azelőtt is, hogy energiaitalos doboz van a kezébe, és a nagyobb bacskák, a serdülők pedig, pedig meggyőződésem, hogy ha van pénzük, akkor naponta többet fogyasztanak. És ezeknek a mértéke olyan módon befolyásolhatja a gyerek egészségi állapotát, hogy erre már vala, az, a, a, szak, a szakembereknek reagálni kell, és remélem, hogy ezt a kormányzat is szívvégén viseli, és így gondolom, hogy egy rövid időn belül ennek a korlátozása történhet, mármint a fogyasztás vagy a hozzájutás korlátozása. Azt kell tudni, hogy a... Koffein maga a sejtekben olyan biológiai hatást hoz létre, amely bizonyos mértékben a, a egyrészt a sejten belüli anyagcserét befolyásolva bizonyos teljesítményfokozó hatással bír. Másrészt pedig, hát ugye nem csak ezt teszi, hanem hanem vízhajtó hatású, és hát az, az, idegrendszert bizonyos módon meg tudja zavarni. És amikor az ember azt tapasztalja nap mint nap a rendelése során, hogy vannak egyre több a magatartás zavarú gyermek, a nehezen kezelhető gyermek, és azoknak a, a szülei esetleg azt se tudják, hogy az a gyerek hogy tölti a napjait, érdemes végig gondolni, hogy ezek mögött nincsen Ilyen például az alvatlanságnak, vagy, vagy kezelhetetlenségnek az a iskolán belüli túlmozgásos gyerekeknek. És ezért nagyon örültem én személy szerint is, és azt gondolom minden gyermekgyógyász kollega, hogy egy közelmúlva megszületett a Magyar Gyermekgyógyász Társaságnak egy állásfoglalása, amely egyrészt a magyar viszonyok ismeretén alapszik, másrészt pedig ezt a témát már feldolgozta az amerikai hát, gyermekgyógyász társaság is, és bizonyos ajánlással fordul a szülőkhöz, meg a hatóságokhoz, hogy tudnélik, minden anyagnak, így a koffeinnek is van olyan mértéke, és a gyerek érzékenységének megfelelően, ami már toxikus, mérgező hatású, akár alacsonyabb dózisban is, különösen a fiataloknál. De kiszámítható az, hogy akár felnőtt nagy nagyobb gyereknél is egy bizonyos mértéket, itt a milligramokról nem beszélnék, meghaladóan egyszerűen Katasztrofális következményekkel jár. És most gondoljuk be, hogyha ez a katasztrofális következményekkel járó mennyiség, az mondjuk 3-4 doboznál bekövetkezik, meggyőződésem, hogy több olyan gyerek van, aki naponta 3-4 doboznál többet iszik. És ettől kezdve már csak szerencse kérdése, hogy ő neki milyen eredménye lesz, milyen következménye lesz. Sokan a fiatalok akkor is hisznek, hogy szomjasak, egy, csak szomjasak, és akkor iszák az energiát. A függőséget a... okoz amúgy, tehát nem csak, hogy rombolja a szervezetet, hanem nem állandóan, folyamatosan kell, hogy túl a Szerintem nem, mert hogy, mint ahogy mondtam, hogy sportorvosként tudom, hogy mik azok a, mik a függő helyzeteket teremtenek. Nem is ez a függőség a lényeg, hanem egy kellemesebb, rövidebb, hosszabb ideig való érzés, ami messze nem olyan, mint a kábítószer vagy a dohányzás. De azt azért mondani kell, hogy kimutatható tudományos vizsgálattal, hogy azok, akik energiaitalt fogyasztanak, azok könnyebb könnyebben cigiznek, és könnyebben nyúlnak akár könnyű drogokhoz is. Tehát azért valahol az élvezethez való kötődés, ez meg tudja alapozni és ilyen módon a, szomjúság szomjuság vonatkozásban meg éppen az ellenkezője, mert ugye egyrészt az energiaitalba levő szénhidrát mennyiség és az a koffein, az nem hogy csökkenteni, hanem a szomjuság érzést fokozza. Tehát egy paradox helyzet áll elő, különösen nyáron gondoljuk meg, és én már találkoztam olyan gyerekkel, aki energiaitalt ivott, és majdnem hősokot kapott, mert hogy ö, ugye issza az energiaitalt, ezáltal nagyobb a diurézise, vagyis többet pisil, tehát több folyadékot veszít, és az egy hőhatásnak a generálásához vezet. Tehát ezért nem csak a, a nyáron, hanem az év minden szakában egy bizonyos mennyiség felett minden egyes embernél az káros. A gyerekeknél pedig 12 év alatt meg nulla a tolerancia. Tehát ott egyáltalán nem jöhetne szóba, és egyáltalán én kételkedem abba, hogy, hogy egyáltalán az energiaital 18 év alatt van-e értelme, hisz hozzájut a koffeinhez egy kis tejával is, vagy néha másfajta italokkal, de ezt most a szülőknek mondanám, hogy, hogy nagyon fontolják meg, hogy a gyerekek megengedi -e, hogy akár egy kocs energiaitalt is így Nem mondom, hogy egy től baj lenne, egy 12 év feletti, de a zéró tolerancia bizony itt

És e, e, mi lenne megoldás akkor az, hogy ugyanúgy e, életkorhoz lenne kötve, tehát a boltban csak akkor vásárolhatna valaki, hogyha bizonyítja, hogy elmúlt 18 éves. Én mindenképpen ezt szerencsésnek tartom, annak ellenére, hogy én is a Földön élek, és tudom azt, hogy ezeket ki lehet játszani. Úgy, mint a dohányzást, ugyanúgy, mint sok minden mást. De ha valamihez nehezebben jutok hozzá, akkor annak a mennyisége azért mégiscsak a beviteli mennyiség csökken. A másik az, hogy nem csak egy adminisztratív lenne a célszerű, hanem annak az ellenőrzése. Tehát azért, ha, ha egy iskolába, a közösségbe ott a, a tanárok odafigyelnek, hogy szó se lehet ilyen italról, és hát az uton is hétköznapi emberek járunk elünk, és akkor rászólunk a fiatalra, hogy az ne, akkor azért eznek komoly visszatartó hatása van. Ez már nem az én hatásköröm, ezt gondolom, hogy és szinten ezt meg lehet teremteni. De gyermekorosként, meg sportolosként is mondom, hogy ez nagyszerű, hogy a felhívások, a gyermekgyógyásztársaság erre a figyelmet, és egy csomó ajánlást tett, és ezek az ajánlások erre szó, ilyenek, mint ahogy az előbb említettem, hogy korlátozzák, és hívják fel, és felvilágosító munkával pedig tájékoztassák a szülőket, meg mindazokat, akik, akik ebbe kompetensek, hogy, hogy nagy veszély van, és tessék odafigyelni, mert meggyőződésem, hogy sokkal kevesebb problémás gyerek lenne, például túlmozgásos magatartás, álmatlan gyerek, aminek aztán sok kóros következménye Annyi van. Még, hogy van-e valami visszajelzés, a döntéshozók felől, hogy, hogy Gondolkodnak-e valamin? Hát én nem tudom, hogy. hogy de egy nem hivatalos, de, de egy, egy cikkbe olvastam, hogy erről már döntés is született. Ugye nyilván, hogyha ez jogszabályi formába fog megjelenni, akkor az vál, akkor válik érvényesé, de az szinte majdnem a társaság, ami november 2-án jelent meg, azt követően egy-két héttel már olvastam olyan cikket, hogy a kormányzat január el elsőjétől korlátozás alá veszi az energiaitalokat. Hát reméljük, hogy így lesz, és akkor egy kicsit nehezebb lesz az talán több egészséges fiatal lesz majd közöttünk. Én örülnék neki. Fölvosok, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és abban bízom, hogy akkor ez így lesz, és hát nem találkoznánk addig, akkor áldott boldog békés karácsony kívánok, és boldog új évet. Én is, is, a stávnak is, és minden kedves nézőnek. Köszönjük szépen. Most pedig látogassunk el Nyírbátorba, a Nyírbátori Református templomhoz. A Nyírmátori Református Templom az ország egyik leglátogatottabb műemléke. A templom építetője Bátor István Erdélyi Vajda, a Kenyérmezei csata hőse, aki jelentős szerepet játszott a Várkastély és a Minorita Templom építésében is. Az épület egyetlen hatalmas teremből áll, melynek délnyugati sarkához kisméretű, négyszögletes alaprajzú lépcsőtorony kapcsolódik. A templom elválaszthatatlan része a mellette álló 1640-ben erdélyi mintára készült faharangtorony. A tölgyfa gerendákból ácsolt közel 30 méter magas torony Magyarország legrégebbi és legnagyobb faharanglába. A TOP turisztikai pályázatának keretében javították a lábazat hibáit a nyugati homlokzaton és a délnyugati faltest rövid szakaszán. A lábazat feletti nedves zónában pedig cserélték a vakolatot. Újra burkolták a nyugati kapu előterében lévő kőburkolatot, és teljes körüljön restaurálták az ólombetétes üvegablakot is. Talán még a bátori családnak is tetszene a megújított, régi fényével ragyogó nyírbátoni református templom. Évszázadok óta vigyázza a város békéjét a templom és a harangtorony. Vendégünk a református gyülekezet lelkéze, fazakas Ferenc estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, én is köszöntöm a nézőket. Kicsit ha mesélne a templom történetéről, mióta vigyázza, évszázadok óta, de mióta vigyázza nyírbátor lelki békéjét a, a templom? Hát a templom 2011-ben volt 500 éves, legalábbis 1511-ben készült el, és gyakorlatilag a mai pompáját már akkor elnyerte. A templom történetének van egy monda szerinti kezdete is, és van egy dicső történelmi jeles eseményhez köthető eredete is. A monda az úgy szól, hogy Bátori István, az akkori országbíró erdélyi vajda a bevonuló török seregek sokaságát látva, imádságban egy olyan ígéretet tett Istennek, hogy Uram, ha segítesz győznöm a törökök fölött, akkor ígérem, hogy két templomot építek az én városomban, bátorban a te dicsőségedre. Hát ez a monda része, az viszont már dicső történelmünk jeles eseménye, hogy 1479. október 13-án egy hatalmas győzelmet arattak a magyarok a törökök fölött, Bátor István vezetésével, és hát ugye ennek a győzelemnek az örömére, az imádságban tett fogadalomnak következtében, és hát a hadisarcból finanszírozva kezdte el építeni 1484-ben Bátori István a mai gyönyörű templomot. Tulajdonképpen a két nyírbátori gótikus templom egyszerre épült, a Dombon levő mai református templom az a család számára épült, Családi kápolna és temetkezési hely céljával is. A mai katolikus minorita templomot pedig a népnek, a városlakóknak építette bátor István. Ahhoz képest, hogy családinak épült, elég nagyra sikerült. Hát ahogy szoktuk is mondani, hogy maga fele húzott a keze, mint minden szennek, és valóban ez, ez, ez lett a monumentálisabb, ez lett a nagyobb. És mellette áll még ez a csodálatos fa, harangtorony is vala, valami csoda, ezt is érintette a felújítás? Igen, a 2011-es felújításkor azt is megerősítették, illetve hát a templomnak a, a restaurálásakor, vagy a Faharangtorony restaurálása az még a 1990-es években ö, ö, hozott egy nagyobb jellegű felújítási munkát, amikor az alapzatát kellett ennek a gyönyörű Faharangtoronynak megerősíteni. A mostani, a most nemrég befejeződött felújítás mit érintett, mi az, amit meg kellett újítani a templomon? részlegesen tudtunk hozzányúlni ehhez a monumentális templomhoz, hiszen akkora összeg, ami most úgy a nagy egészből a nyírbátori református templomra rendelkezésre állt, az valóban töredék ahhoz képest, hogy még mennyi mindent lehetne kellene fejleszteni. A nyugati kapu előtt a térkő újul meg, a homlokzati vakolat újul meg, sajnos ugye a, a nedvesedés, a salétrom megjelenése, ez minden egyes régi templomnál, épületnél előjöhet. Ezt hála Istennek sikerül most ezen felújítás keretében orvosolni. A templom közelében egy kerékpáros tároló, tároló helyet hozunk létre illetve még szoftverfejlesztés is van, azaz a látogató baráttá tesszük a templomnak a belsejét is, minél több információs táblát, interaktív panelt teszünk ki, hogy a nyírbátori templomot meglátogatók minél több hasznos információhoz jussanak. Akkor ezek szerint olyan nagyon a gyülekezetet nem fogja megzavarni a felújítás, mert olyan mértékben nem érinti a, a hétköznapokat, ahogy esetleg más templomnál volt. Így van, a templom belső lényegében most nem kerül fel forgatásra, ilyen szempontból valóban nem érinti, sőt, talán inkább azt mondom, hogy egy picit könnyebbé is teheti, hiszen azok a, a technikai fejlesztések, amik a turizmus alatt valósulnak meg, azok a gyülekezeti életjavára is válhatnak. Mennyire turisztikai célpont a templom, hogy tudja, hogy látja, hogy tapasztalják? hála Istennek egyre inkább tapasztaljuk, hogy főleg földi turisták, de akár kárpát medence szinten a nemzeti és hitet gyakorlók egyre többen látogatnak el hozzánk. Ugye a ha ez a nagy felújítási projekt a nyírség turisztikai kínálatának a fejlesztését szolgálta, hát úgy gondolom, hogy nyírségben kiemelkedő zászlós hajó a nyírbátori református templom. Ugye ott van a bátoréknak a várkastélya is, ugye most éppen felújítás alatt áll a múzeum, hogyha minden egyben lesz, akkor valóban, ha valaki ellátogat nyírbátorba, akkor érdemes minden megnézni. Valóban, Szépen bejárható a hozzánk látogató turistáknak szinte egy csomagot szoktunk fölajánlani, kínálni, kezdve akár a, a múzeumból, ahol a bátori családnak az eredetével megismerkedhetnek a bátori nyírbátornak az ősi történelmével, aztán ugye ott a minorita templom, és a két templomot összeköti egy történelmi emléksétány, ahol szintén mondabeli szobrokat, információs táblákat olvashat, szemlélhet a látogató, és a túrája végén a Nyírbátori Református templomot, illetve a Várkastét panoptikumot is megtekintheti. Egy kicsit akkor a gyülekezetről is beszélgessünk. Mekkora lélek számú gyülekezet, és mennyire aktívak? És milyen intézményeket kell van kapcsolata a gyülekezetnek? Legutóbbi népszámlálási adatokra is tudok már hivatkozni, bár ez mindig képlékeny dolog, de úgy tartjuk számon, hogy a Nyírbátori Egyházközség a Nyírség második legnagyobb gyülekezete. Ez létszámban is jelentős, de talán még jelentősebb az a hagyomány, az a református öntudat, ami nyírbátorban már évszázadok óta megjelent. Ugye relatíve hamar, már az 1500-as 1500 évek derekán a bátoriak fölveszik a református protestáns hitet, bátori Anna és bátori Györgynek a házasságából eredően, ez pedig azt is jelenti, hogy a Kujusz régió, Eljusz religió elve alapján a város, a térség is a protestáns hitnek a, a gyakorlója lesz, úgyhogy a nyírbátori gyülekezet ilyen ősi református gyökerekkel rendelkezik a gyülekezetünk működtet egy általános iskolát és egy óvodát is, ez egy elég komoly humán bázist is ad ahhoz, hogy a templomot rendszeresen eseményekhez köthetően megtöltsük. Több mint 400-500 férőhelyes a templom, de hála Istennek vannak olyan családi istentiszteletek, olyan gyülekezeti alkalmak, amikor még ez a férőhely szám is kevésnek bizonyul. Ez Ezzel... a évzáron alig volt hely. Így van, de vannak ezek a, a, ezek a nagyobb jellegű események, de ezzel együtt azért azt is látni kell és tudni kell a realitást szemlélve, hogy azért folyton hangsúlyozni kell, vagy hangsúlyt kell fektetni a missziós munkára, a gyermek- és ifjúsági munkára, hogy egy stabil létszám is meglegyen a hitéletet gyakorlók körében, hiszen azok a régi, még klasszikusnak vagy hagyományosnak mondható hitét gyakorló reformátusok már kezdenek úgymond kiöregedni. És akkor még az utánpótlás mindenképpen fontos. A fogékonyok, a gyerekek, erre gondolom. Általában azt szokták mondani, hogy egy településen elég keresettek az egyházi fenntartású iskolák. Elmondható ez a református nyilvátoriról is? Igen, hála Istennek népszerű az iskolánk, a város legnagyobb iskolája is, így, így létszámban is, és hát úgy gondolom, hogy minőségben is, és az oktatás színvonalában is, szellemiségében is, megállja a helyét, és jól döntött az egyházközség akkor, amikor 12, most már 13 évvel azelőtt úgy döntött, hogy felekezeti iskolát indít. A templomra egy kicsit visszatérve, van esetleg olyan része, területe, amely ha lenne rá forrás, akkor felújításra szorulna? Hát igen, minél nagyobb az épület, annál több mindenre kell odafigyelni. Nyírbátori Református templom önmagában is gyönyörű, de ezzel együtt nagyon sok olyan fejleszteni való van, ami, ami évek során elhasználódik, vagy, vagy megkopik. És ugye egy műemlék templomhoz nem lehet olyan egyszerű eszközökkel, és pláne nem csekély forrással hozzányúlni. Többek között említhetném most az öt gyönyörű ólomüveg ablakot, ami önmagában nagyon szép és jól néz ki kívül belül, viszont ezek az ólomüveg bucnik, ezek már az idők folyamán megereszkedtek, és helyenként már hiányosak is, viszont egy ilyen ablaknak a restaurálás, hát ez, ez több 10 millió forintba kerül, úgyhogy ez, ezek sajnos olyan összegek, amikről most még nehezen tudunk egy lapon beszélni. De nem baj, de az idő szerint nekünk dolgozik. Elkészül, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát áldott ünnepeket kívánok akkor a karácsonyra és az új évre is. Köszönöm, hogy itt Nagyon volt. Nagyon szépen köszönöm, én is viszont kívánom a nézőknek, és szeretettel várunk mindenkit Nyírbátorba. Köszönjük szépen. Most pedig Nyírbátor után látogassunk el Káló Semjénbe. Nyírbátor után folytassuk Káló semjénnel. A településen korszorosítették a görög katolikus templomot. Évszázados szépségét nyerte vissza az épület, amely úgy elégíti ki a mai kor igényeit, hogy közben mindenben követi a régi vallási szabályokat is. Vendégünk Orosz is van a Káló Semény gyülekezetre elkészül. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Hogyha valaki járt már Káló Seményben, pontosan tudja, miről fogunk beszélgetni. Akinek nem, az nézem most ezt a beszélgetést, mert hiszen képeket hoztunk magáról a templomról, valami gyönyörű. mit lehet tudni magáról a templomról, ennek a történetéről? Mekkora nyúlik vissza mondjuk az elődje ennek a templomépületnek? Nagyon érdekes, mert a jelenlegi templomunk ugyanazon a helyen a negyedik templom. 1319-ből származó írások arról számolnak be, hogy Kálóseményben Szent Miklós tiszteletére kőből épült templom állott. Nyilvánvalóan, hogy a tatárjáros török a pestis járványok többször elnéptelenítették a települést, és ezzel együtt a templomnak az állapota is leromlott. Majd 1726-ban Kálai Ferenc az elnéptelenedett településre 70 görögkatolikus családot telepített le, és ennek a 70 görögkatolikus családnak átadta a romokban álló templomot, amely nyilvánvalóan, hogy ezt a templomot nagy anyagi áldozatok árán fölújította, használhatóvá tette majd pedig 1896-ban bővítette, és egy teljesen új résszel toldotta meg, és azóta is, tehát 1726 óta a görögkatolikus közösségnek a kezelésében, használatában áll ez a templom. Legutoljára mikor volt ilyen jellegű, ilyen nagy mérvű felújítása a templomnak? Lehetek tudni? Annyit mindenképpen, hogy a templom tornyon volt egy fölírás 1966 illetve a templom belsőben lévő falakon feltűnő szekkókat 1960-ban egy Benke László és Makai József nevezetű Jászberényi festőművészpáros készítette. Én azt gondolom, hogy az utolsó jelentősebb felújítás akkor történt a templomon. Ja, most elég volt koordinálni ezt a felújítást, mert több forrásból érkezett rá az összeg, amelyet el tudtak rá költeni. Pontosan hogy sikerült ezt, és milyen forrásokból sikerült felújítani? A templom és a templom környékét, ha szabad így fogalmazni, négy korásból újítottuk meg. Az egyik egy határon átnyúló úgynevezett ruhás pályázat, ez a templom teljes külső felújítását foglalta magába. A templom belső az egy toppos turisztikai látványosság növelő beruházás volt, a közösségi ház a magyar falu program keretében újult meg, és voltak olyan részei a felújításnak, amelyről tudtuk, hogy a pályázati keretbe nem fér bele, de azt is éreztük, hogy ha most a felújítás kapcsán nem tudjuk megvalósítani, akkor lehet, hogy soha nem fog megvalósulni. Ez pedig a közösség a saját erejéből próbálta megfinanszírozni. Ilyenkor ugye a kivitelezésnél nagyon oda kell figyelni, mert nem egy új épületnek az építése, amit csak egy szent alapján valahogy fölépítenek, hanem azért itt a hagyományokra is figyelni kellett. Melyek voltak esetleg a legnehezebb, vagy legszebb ilyen jellegű kihívások, amelyekkel ön akár, vagy akár a kivitelezők szembesültek? A korábbi tapasztalataimból már én tisztában voltam azzal, hogy a műemlék templom felújítása, az nem úgy történik, hogy keresünk egy vállalkozót, van egy anyagi forrás, és akkor, amikor megvan a vállalkozó, megvan a forrás, akkor elkezdjük, hanem korábban, sokkal korábban már előzetes felmérések indultak meg. A tetőszerkezetre védelmi szakhatósági szakvéleményt kértünk ki, amelyben pontosan meghatározták, hogy melyek azok a faszerkezetek, amelyek felújítása elengedhetetlen. Előzetesen régészeti kutatások előzték meg a felújítást, és a régészeti kutatások alapján feltételezhető volt az, hogy a korábban több mint 800 évvel ezelőtt álló templom falmaradványaiból jelenleg nem látható, de, de, de korábban ott lévő ablaknyílások voltak, amelyek a régészeti kutatások valóban be is igazolták, hogy befalazott, kőkeretes, középkorú körablak és, és boltozatos ablakok voltak. Ezek a, a felújítás kapcsán a régészet és a műelnék hivatalnak a felügyelete mellett történtek meg, láthatóvá téve a középkori falrészeket, és természetesen, bár a közösségnek nehéz volt elfogadni, hogy a templom szentélye, amely a középkori fal részleteket tartalmazza, az nem ugyanabban a formában lett helyreállítva, mint a, a, a többi része a templomnak. A régészek ragaszkodtak hozzá, hogy a középkori rész az a hagyomány, úgynevezett kanálhátos vakolással történjen meg, és nem színes vakolat került a, a templom hajóra, hanem egyszerűen fehérre lett lemeszelve. Meg is kérdezték többen, hogy elfogyott a pénz, hogy oda már nem jutott festék, vagy a mesterek esetleg nem voltak kellően körültekintőek a munkálatoknál, tehát el kellett magyarázni, hogy ez hogyan, mi módon történt. Annak az összehangolása sem volt egyszerű, mivel hogy a, a, topos pályázatot egy más kivitelező nyerte el a közbeszerzési eljárás folyamán, a ruhus pályázatot egy más közbeszerzési eljárás, egy más vállalkozó nyert el, és összehangolni, hogy ö, ö, amikor az egyik befejezte, tehát hogy senki ne akadályozza a másikat, amikor az egyik befejezte, akkor kezdhesse a másik, illetve amit mi tettünk még hozzá, azt mindig egyeztetni a vállalkozóval, hogy akkor most van arra lehetőség, mikor lesz elkezdeni, meddig fönn az álványzat, mikor lehet az elektromos áramot bekötni, mikor hozhatják a, a toronyórának a, a számlapját, mikor tudják fölhelyezni, mikor nem lesz útba hogy ez egyik a másiknak a munkáját esetlegesen ne tehesse tönkre. De azt gondolom, hogy hogy mindenki nagyon rugalmasan kezelte a helyzetet, és igyekeztünk egymásra odafigyelve egyik lépést a másik után megtenni. Ugye nem csak kívülről, hanem belülről is felett nyilván újítva, sőt a berendezéseket kellett újítani, tehát azokat a bútorzatot, amelyek korábban benne voltak a templomban? Annyi szerencsénk volt, hogy a templom belsőben 2010-ben az előző lelkész idejében egy más pályázati forrásból új padok kerültek elhelyezésre, illetve a templomnak a burkolata a sütői mészkővel lett ellátva, tehát ahhoz nem kellett hozzányúlni. Amihez hozzá kellett feltétlenül nyúlni, az a karzatnak a feljárata. az a régi, mondhatnám azt, hogy mint a, 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 a tengeri górésokba való létrán lehetett följutni az életveszélyes volt idősebbek, öm... A hölgyek nem szívesen mentek föl a karzatra, most oda egy gipszbeton gyönyörű szép kovácsoltvas korláttal ellátott tölgyfával burkolt lépcső föl. A karzatnak a korábbi több mint egy méter magas melvédjét is visszabontottuk, oda is egy gyönyörű kovácsoltvas került, tölgyfával lett burkolva, olyan lépszőzetes kialakítás sikerült megoldásként találni, hogy 40-50 ember, ha fölmegy a karzatra, akkor bárhol leül, mindenhonnan látja a templomnak a szentély részét, ami, ami igazából a legfontosabb része a templomunknak. Ugye ja, még itt szó volt a közösségi háznak a felújításáról, és erről halavéden mondana valamit. Nagy szerencsénk van a tekintetben, hogy... Kálusemjén a Mária út vonalon fekszik. És ez azt jelenti számunkra, hogy májustól október végéig ritka az a hétvége, hogy vagy gyalogos, vagy kerékpáros, egyéni, vagy csoportos zarándokok ne érkeznének a településre. És Mária Pócs nemzeti helyünk előtt, ez az utolsó megálló. Itt mindig szeretnek megállni, megpihenni, egy reggelit, egy ebédet elfogyasztani és a közösségi ház az mindenki számára ez alkalomból rendelkezésre áll. Jó idő esetén az udvaron kihelyezett padoknál le tudnak ülni, komfortos angol vécével ellátott víz, kézmosási lehetőség, vízvételi lehetőség van, rossz idő esetén pedig, ha valaki jelzi, hogy jönnének, szeretnének megállni, akkor kinyitjuk a közösségi házat, oda be tudnak menni, egy elmélkedésre, egy imádságra, vagy bármi másra. Korábban ez a közösségi ház úgynevezett kántor tanítói lakás és egyházi iskolaépület épület volt, majd pedig a, amikor a kárpótlás volt, akkor az egyházközség visszakapta, és e felújítás keretében az zarándokok fogadására minden szempontból alkalmasá tettük. Természetesen emellett a közösségnek a céljait is teljes egészében kiszolgálja, templombúcsúk, ünnepek előtti készületek, adventi, karácsonyi készületek esetében, adventi gyertyák készítése, adventi koszorú készítése, nyári gyermektáborok alkalmával egyhetet ott töltenek el a gyermekek, ott étkeztetjük őket. Tehát nagyon szépen ki tudjuk használni akár a közösségnek a szempontját figyelembe véve, akár pedig az odaérkező vagy a településen áthaladó zarándokoknak a fogadására nagyon szépen és nagyon jó helyen helyezkedő közösségi házunk van. Összességében akkor tehát úgy lehet összefoglalni, hogy, hogy egy nagyon jó sikerült felújítást sikerült végrehajtani a templomon. Én azt gondolom, hogy kevés közösség élhet azzal a büszke örömmel, hogy nem egy-egy részét sikerült a templomnak megújítani, hanem egy esztendő leforgása alatt, mind kívülről, mind belülről, mind a környezetében, mint a liturgus térnek a megújításában sikerült régi pompájában, vagy ha szabad ilyet mondani, még annál is egy kicsit szebbé tenni ezt a templomot. És így a közösségnek és a településnek is azt gondolom, hogy Szabolcszatnár vármegyének is egy büszkesége és egy ékessége lehet ez a templom és ez a környezet. Parókos úr, köszönöm szépen, hogy a meghívásokat, és gratulálok a felújításhoz. Köszönjük szépen, örülök, hogy itt lehettem. Köszönjük. Eddig tartott ma 35 perc legközelebb szerdán várom önöket, amikor többek között Ibrány polgármesterét és apát Istvánt, a mi hazánk országgyűlési képviselőit látom majd vendégül. Számítunk figyelmükre akkor is viszontlátásra.